Nézzek, ez csak a háború után kezdődött. Annak idején tudtam róla, még abból az időből is, amikor Pén volt a neve, hogy hát ő egy kiváló valaki volt, de akkor egy helyi személyiség volt. Úgyhogy legalábbis amikor megtudtam, hogy őt kinevezték Primása, tudtam, hogy kiről van szó. De személyesen még nem ismertem. Azután az történt, hogy amikor aztán a kommunizmus jött, mi bizonyos mértékben kapcsolatban voltunk akkor is már, és pedig főleg azokban a kérdésekben, hogy mit kell csinálni, hogy megsegélyezzük az egyházat és az egyéneket is. És azután ő Amerikába utazott, és, ott, és nekem azt üzente, hogy velem akar találkozni. Hála Istennek a találkozás Kanadában volt, és nem Amerikában volt. És az ellenfél mindig azt gondolta, hogy mi Amerikában találkozunk. Úgyhogy én esküt is tehettem rá, hogy Amerikában, én pedig nem találkoztam vele. De tényleg csak a határon túl Kanadában találkoztunk. És. Vagy. Igen. És erre föl ott volt az leghosszabb, mondjuk per előtti megbeszélésem ő vele, és tényleg mi konspirációról nem beszéltünk egyáltalán, hanem arról, hogy hogyan lehetne még a most is, akkor is már látható nehézségek dacára tovább mozdítani a segélyeket, főleg Amerikából Magyarország szempont, Magyarországra, és a Magyar Egyházra egy időben. Ez volt a megbeszélésünk célja, ezen célból akkor Kanadába utaztam, én egy előadássorozaton voltam az Egyesült Államokban, átmentem Kanadába, találkoztam a primással. Ez volt az egyetlen, mondjuk hosszabb beszélgetés. Volt egy pár levelezés, amit főleg ifja Palavicini György vitt, akit aztán az oroszok megtilkolták, és azután már nagyon vigyáztunk, és hát nem volt hivatalos kapcsolat ő vele. Voltak ugyan egyes üzenetek, amikor bent volt az amerikai nagykövetségben, de igazán találkoztam aztán vele többször, miután kijött. Először, amikor Bécsbe érkezett, akkor ott voltam a Boltzmann Gasséban meglátogatni őt, ott volt akkor, és többször találkoztunk akkor Cicerben az anyámnál, és így tovább. Hát kérem szépen, őnek egy nagyon, mondjuk, egy közjogi felfogása volt. Nem, de az a régi magyar közjog szerint a primás az első ember, hogyha nincs király. Mivel Horti Miklós eltűnt, úgyse szerette a Horti Miklós, de a primás igazán nem szerette őt. Hát kérem szépen, akkor ő tekintette magát bizonyos mértékben annak, hogy ő volt képviselője a a, a magyar alkotmányos kontinuitásnak.